Jelenleg csupán 3 európai országban engedélyezik az aktív eutanáziát, Belgiumban, Hollandiában és Luxemburgban. Szerintem mindenkinek saját joga eldönteni, hogy szeretne véget vetni az életének, és nem gondolom, hogy bele kéne szólni ebbe bárkinek is. A passzív eutanázia az életmentő orvosi beavatkozás visszautasítását jelenti, amelynek további 2 esetkörét különböztetik meg. Önkéntes passzív eutanázia esetén az életmentő vagy azt fenntartó kezelés, orvosi beavatkozás visszautasítása a beteg befolyásmentes akaratnyilvánításán alapul, míg nem önkéntes passzív eutanázia esetén a beteg nincs abban a helyzetben, hogy kinyilváníthassa akaratát. Megmondom őszintén, nem gondolkodtam rajta, de ha valaki erre elhatározza magát, az már nagyon beteg lehet. És nincs értelme az életének. Hála Istennek, a mi családunkban nincs ilyen. És akkor ön mondjuk támogatna valami ilyesfajta kezdeményezést? Ez mindenkinek legyen a saját döntése. Tehát én, mint kívülálló, nem tudom megítélni. A magyar jogrend az önkéntes passzív eutanáziát engedélyezi, míg a nem önkéntes passzív eutanázia nem megengedett. Hát én egyetértek vele. Szeretném, ha lenne. Mert egy tehetetlen, gépen élő beteg szerintem neki se jó, meg a családnak se. Úgyhogy ha én oda kerülnék, én biztos, hogy nyilatkoznék, hogy vegyenek le a gépről. Napjainkban Karsai Dániel alkotmányjogász által kezdeményezett küzdelem okán került ismét előtérbe a kérdés. Épp a napokban utasította el beadványát a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága. Én szívem szerint, ha idős vagy olyan nagyon beteg, akkor engedélyezném. Az eutanázia bármely formája megosztó téma, komoly etikai, morális dilemma, de mindenféleképpen foglalkozni kell vele.